Mehet egy gyerekek. Gyönyörű szép napsütéses napunk van. És nagyon menet. Nagyon menet, emberek! Nézzétek meg, kürítetten azt a felit a háznak. És innen is csomó cuccot kihordtam. Hát végül is ez a nagy asztal maradt a számítógépekkel, egy másik asztal a nyomtatóval, és az a második bányagépes asztal. Pár dobozt oda áttettem, és két nagyobb darabot, az egyik pócot, és az egyik asztalt oda áthúztam, hogy minden nekem kivigyek, mert kint sincs már hely. És most az a terv, hogy ezt a falat bevakolom, de előbb a légkondit beszerelem. Tehát az egészet még egy kicsit kinnebb kell húzzam, egy annyira egy fél méter legyen, hogy tudjak oda bemenni, tudjam kibontani az ablakot, kiszedni, betegyem a légkondit. És mikor az kész van, itt az asztal kihúzva hagyom, levakolom ezt a falat, és akkor mindent, ami azon a falin van, még egy kicsit arrébb húzok, levakolom azt a falat, és akkor majd le lehet festeni. Na ennyi. Most hónap a vakolással meg szeretnék lenni a légkondi szereléssel, és ezzel a fallal ma. Hónap a másik fallal. És már állhatok neki festeni. Még nem tudom, mi lesz a felső felével, ugye felül van egy 40-50 centi, ami eredetileg egy kicsit levút vakóva, de nem olyan sima, nem olyan szép, de lehet, hogy úgy hagyom, mert ahogy mondtam, áll lesz fent akarva. 2x8-as lesz fogadva fent, arra lesznek majd a gerendák rögzítve, le lesz cserélve az a mennyezet. Úgyhogy, és ide póz lesz téve, úgyhogy az ajtók, ablakok feletti rész nagyjából kiesik. Úgyhogy azt hiszem nem fogok azzal kínlódni. A festés felengedem nagyjából végig, de a vakolással, a simítással nem taknyolok. Ezeket majd lefestem, ezeket is szépen fehérre, ezeket a falkot. Na! Jó van! Hónap meg a Jamesékhez ebédre. Hónap itt ünnepnap van, Labor Day van. Úgyhogy nincs... Nem lesz munka. Úgyhogy itthon maradok, s haladok a dolgokkal. Ide kell majd borítót szereljek az ajtó köré. A barad is lehet, hogy bévakolom teljesen. Ha bévakolom ide a deszkáig, akkor még borító nélkül is elmegy, nem? Teszek borítóval. Oh! Nehogy már a szépségre kezdjek adni az esztétikára. Oké. Az érdekes, ez az ablak olyan keményen áll. Hát ugye habba a körbe fújtam, bár be volt még csavarozva, itt két csavart kivettem. De... szitalt ki lehet venni. De jó ablakok, $300 darabja egy ilyen ablaknak, Anderson márka. $20 vettem darabjátok legvisztem. Hessel a bányagép. Kicsit játszottuk a kártyával, felhúztam már 2200-ra. Ja, 26-27-tel hessel most. Ez a 480-as. Oké. Ennyi volt egy kis update, így vasárnap reggelibe. Élőadás megint nem lesz, mert sok a dolog. De majd folytatjuk valamikor, újból kezdjük az élőadás. Mikor kész lesz a stúdiós, egy kicsit itt elrendezkedek. Oké, na kellemes vasárnapot, gyerekek, pa!